Közülünk sokan szeretnek utazni. Utazásaink során gyakran látunk palotákat, várakat, templomokat, monostorokat, régi középkori várakat és városromokat. Ellátogatunk múzeumokba. Mikor vizsgálgatjuk a múzeumi kiállítás tárgyaikat, felszínre jön bennünk az a gyakran szokványos tudás, amelyeket a történelmi órákon kaptunk. Néha eszünkbe jut, hogy amit a tévi közvetítésekben látunk, vagy a filmekben, vagy a könyvekben olvasunk az újságokban. Íme Nagy Sándor kardja. Aha, mikor is élt ez a rettegett vezér? Úgy tűnik, hogy a időszámításunk előtt 4. évszázadban. Erős ember volt, meghódította Görögországot, Perzsiát és majdnem egész Indiát. Itt pedig íme az etruszkok. Mit is mesél a történelem tanárnő? Mint egy titokzatos nép, amely érthetetlen módon kerül Olaszországba. És még arról is beszéltek, hogy a felirataikat senki se tudja megfejteni. Nagyon kemény kőből készült amforák. Igen, értettek a készítéshez. Hiszen mindez néhány ezer évvel ezelőtt volt. Még most is nehéz ilyeneket készíteni. Akkor úgy tűnik, hogy a bronzkorszak volt. Megdöbbentő. Annak ellenére, hogy közülünk nem mindenki emlékszik az alapvető történelmi eseményekre, a lelkünk mélyén hisszük, hogy a történelemben minden meg van határozva. Vagy legalábbis maguk a történészek tudnak mindent és biztosak a tudásukban. A múzeumok látogatóinak még csak fogalmuk sincs arról, hogy a múzeumokban több száznyi, sőt több ezernyi kiállítási tárgyat őriznek, melyet nem állítanak ki közszemlére, mivel ellent mondanak a történelmi írók kialakult elképzeléseinek. Tudjuk-e határozottan állítani, hogy ismerjük a történelmet? Mindenki közülünk szó szerint tele van nyomva történelmi infóval. Ezeket az infókat mi a tankönyvekből, a rádiókból és a tévéműsorokból merítettük, könyvekből és újságcikkekből. Kritikusan eligazodni ezekben az információkban gyakran gyakorlatilag lehetetlen, mivel néhány évszáz alatt megkapta a kölcsönös egyeztetés a történelmi tudás egyetlen kötőmbjét alkotva. Pontosabban áltudásét, s magának az anyagnak az óriási méretei miatt is. Érdemes megjegyezni, hogy a történelmet napjainkban korszakonként és országonként tanulmányozzák. Valószínűleg ezt nem előre szándékosan csinálták, de az ilyen megközelítés nem teszi lehetővé napjaink emberének, hogy lássa az emberiség történelmét egészébe véve. Ehelyett elmosódó eszméjeket lát, amelyben virítanak a tudatlanság lyukai. Ezért meg kell bíznunk szaktekintélyekben. Mi csak ezeknek a szaktekintélyeknek hiszünk. Vajon igazuk-e van azonban mindenben? Nem áll-e valami mögöttük olyan valami, amely nem hagyja, hogy bírálóan értékeljük a történelmet? Úgy tűnik, vannak módszerek ellenőrizni a történelemtudomány egy s más állításra igaz tartalmának az ellenőrzésére. Ehhez nem a történészek erejéhez volt mérve, hanem más tudományos területek képviselőjéhez, mégpedig a matematikusokéhez. A történelem, tudomány vagy pedig kitaláció nevű sorozatunk előző részeiben meséltünk a két orosz matematikusnak a történelmi kronológiai szakterületén végzett kutatásairól. Ebben a filmben emlékeztetünk az alapvető eredményeikre azért, mert a múltra vonatkozó elképzeléseiket alapvetően megváltoztatják. Sok éves munka eredményeképpen Moszkvai Állami Egyetem orosz matematikusi csoportja létrehozott néhány új matematikai módszert a történelem szövegek kutatására. Ezeknek a módszereknek a hatékonyságát eléggé nagy anyagon ellenőrizték a középkor és az újkor vonatkozásában is, vagyis a 18. és a 20. század vonatkozásában.
Utána ezeket a módszereket alkalmazták olyan krónikákra, amelyeket a történészek időszámításunk 16. századánál korábbra tesznek. Ezek a dokumentumok tanulmányozásakor a világtörténelemben ismétlődéseket és három történelmi időcsúsztatást fedeztek fel. Kb. 330 évnyit, 1050-et és 1800 évet. Ezeknek az időcsúsztatásoknak a következtében a történelemben valós történelmi vezetők, uralkodói dinaszták, sőt egész történelmi korszakok másai jelentek meg. Felfedeztük, hogy a történelmi krónikák különböző személyiségei egy s ugyanazon eseményeket írják le. Sibáson különböző történelmi korszakokba kerültek. A kutatásaink segítségével nekünk sikerült beazonosítani ezeket a történelmi másokat. Ennek eredményeképpen új skálát építettünk fel, új kronológiai skálát, amely erősen különbözik Scalergi Petarius ma általánosan elfogadott skálájától. Ez az új történelmi kronológiai skála, illetve térkép, ahogyan a két tudós hívja, nagyon kellemetlenül megdöbbentette a hagyományos történészeteket. Kiderült, hogy a történelem egyáltalán nem olyan volt, mint amelynek ma elfogadott dolog gondolni. A történészek nem voltak hajlandónak hinni benne, s az új kronológia két szerzőjének maguknak kellett kiépíteni a történelem új valós változatát, tehát megvalósítani az új kronológiai skála helyes dátumok alapján való helyreállítását. A történelem a 17. századnál korábbi, s ma létező változatát szörnyen eltorzították. Ezeket a hibákat a időszámításunk 16.-17. század kronológusai vitték véghez. Ennek során a nem szándékos hibák mellett olyan nagyobb elferdítéseket is csináltak, amelyek történelemhamisításnak minősülnek. Végül is sikerült helyreállítanunk az időszámításunk 17. századának korábbi igazi történelmét. Ennek a tevékenységnek az elvégzése, a hamis történelem létrehozása néha elhúzódott még a 19. századig, sőt még a 20. században is történtek a középkori történelem nagyobb meghamisítása is. Ebben a filmben igyekszünk évszázadonként kifejteni a világtörténelem alapvető eseményeinek a helyreállítását. Erről nagyon röviden, de eléggé részletesen szólunk majd, hogy a világtörténelembe be lehessen látni egyetlen pillantással. A tudományos sorozat következő részeiben részletesen meg fogjuk majd vizsgálni a világtörténelem legfontosabb mozzanatét. Most pedig vizsgáljuk meg együtt, hogyan néz ki a történelem, ha követjük azt a helyes kronológiát, amelyet Fomenko és Nosovsky javasolt. Menjünk végig a történelem egyes évszázadain. A 10. század. A időszámításunk 11. századánál korábbi eseményekről nem maradt fenn számunkra semmilyen írott forrás. Abban az időben még valószínűleg nem volt írásbeliség, csak a időszámításunk 11-12. Századában jelent meg. Az időszámításunk 11. századánál korábbi korszakot elsődleges, primitív korszakként kell képzelni magunknak az emberi civilizáció hajnalán. Az emberek valószínűleg még nem tudtak építeni bármilyen jelentősebb építményeket, legkevésbé épületeket, ezért barlangokban laktak vagy földkunyhokban. Napjainkra csak kezdetleges szerszámok maradtak fenn ezekből az emberektől. Cserepek, csontok, kovaszerszámok, kések, nyilvesszők, skopja, kőhegyek, primitív ékszerek, mamutcsontokból vagy ragadozók fogaiból. Mindez múzeumokban van kiállítva ma az ősembereknek szentelt termekben, akik állítólag sok-sok évszázaddal, sőt évezreddel éltek időszámításunk előtt. De az írásos információk hiánya ellenére a kortárs tankönyvekben sok részlet szerepel az emberek életéről az időszámításunk előtt 10. évszázadot megelőző korszakból. A tankönyvek mesélnek a legendás sumérokról, Mezopotámia és Amerika ősi társadalmáról, Egyiptom fényűző műveltségéről, a fáraók idejéből, legapróbb részletességgel szerepel az állítólag időszámításunk előtt 13. századi trójai királyság, a híres trójai háború leírása.
A felvilágosult ókori Kína, a magasztos antik Róma, a titokzatos ókori India, az ókori Asszíria, Szíria, Perzsia, illetve Izrael, s Júdea a nagyon régi királysága. S amint azt ma nekünk mondják, mindez időszámításunk 10. századánál jóval korábban létezett. Ez nem igaz. Minden valóban létezett, de csak időszámításunk 10. századánál később, vagyis történelmünk utóbbi 1000 évében. A világ valós írásos történelme sokkal rövidebbnek bizonyult. A 11. és 12. század, a legrégebbi királyság a régi első Róma, vagy más néven Óróma. Ennek az ókori afrikai királyságnak a fővárosa a Nílus torkolatától nem messze helyezkedett el. Később ezt a várost Alexandriának kezdték el hívni. Ma nekünk gyakorlatilag nincs információk erről a királyságról, valószínűleg éppen itt született az írásbeliség. Ráadásul hieroglifák alakjában, azaz az emberek akkoriban képekkel írtak. Alexandriát feltételesen első románok fogjuk nevezni. Semmilyen ma előttünk ismert nagyszobású építkezés még nem volt Egyiptomban. Nem voltak piramisok és nem voltak szfinxek, templomok és obeliszkek. Valamennyit jelentősen később fogják megépíteni az időszámításunk 14.-16. század korszakában. Az időszámításunk 10-től 11 század a királyság fővárosa áttelepül a Boszporuszra, ahol létrejön Írosz városa, amely a jelenlegi Isztambul határában van. Feltételesen második rómának fogjuk nevezni. Ez volt az evangéliumi Jeruzsálem is, az antik Trója, a középkori Konstantinápoly, továbbá a középkori királyi város, Cárgát. S a jelenlegi Isztambul török város. Meg kell említeni ennek a városnak a stratégiai helyzete, hatalmas katonai erődítménye, amelyek a maradványai mind a mai napig fennmaradtak. A második Róma hatalmas nyugat és kelet sok térségre kiterjedt, itt voltak találhatók a témák, azaz a tartományok. Ilyen tartomány volt Egyiptom, Oroszország, Nyugat-Európa területe, ahol későbbiekben létrejött Germánia, Itália, Franciaország, Spanyolország és más államok. A második Róma nem más, mint Jeruzsálem, a Szent Város, amely akkoriban a királyság általánosan elismert vallásos középpontja volt. Az összes téma a közös keresztény ideológia foglalta össze. A témák önálló történelmének a feljegyzése akkoriban gyakorlatilag még nem történt meg. A krónikákat csak a királyi városban, azaz a keresztény királyság fővárosában jegyezték fel, és azokat az eseményeket tükrözték, amelyek csak magának a fővárosnak az érdeklődésére tarthattak számon. A 12. században ebben az új Rómában olyan fontos események történtek, amelyeket a későbbiekben az evangélium kijegyeztek fel. Jézus Krisztus megjelenése, földi élete, keresztrefeszítése, feltámadása. Krisztus keresztrefeszítése 1185-ben történt a Békosz hegyen, amely a jelenlegi Isztambul határában található. Oroszország Krisztus korszakában az 12. században egyből s teljes mértékben felvette a kereszténységet, azaz nem 1000 év múlva, mint azt velünk a szkalergi történelm el akarja hitetni. Krisztushoz hódolatra járult Vlagyimir első orosz cár, azaz a világ ura, az édesanyja Málko cárné, s legfőbb hadparancsnoka, vagy más szóval az atamán. Az evangéliumi leírásokban a három bölcsként szerepelnek, Baltazárként, Menyhárként és Gáspárként. Tiszteletükre emelték az óriási kölni székesegyházat, ahová elhelyezték a három bölcs ismert szarkofágját. Így az evangéliumokban ismertetett események a királyi várostól nem messze Íroszban történtek, a Boszporusz keleti partján. A jelenlegi Palesztinából található város, amelynek Jeruzsálem a mai neve, valójában eléggé sivatagi helyen készült, a közel-keleten,
az El-Quds nevű nem nagy arab helységből az időszámításunk 18. századánál, vagy inkább a 19. századánál nem korábban, s a vallásos hódolat központjának nyilvánították, de az evangélium eseményekhez semmilyen köze nincs. Krisztus kivégzése 1185-ben Iroszban magából, a fővárosból és a birodalom témái hatóságainak a részéről egyaránt viharos választ váltott ki, különösen Oroszországban, amely Mária az Istenszülő asszony hazája volt. Az időszámításunk 12. század végén és a 13. század elején éppen Oroszország vezette a keresztes hadjáratokat, amelyek megindultak a királyi város felé azzal a céllal, hogy megbosszulják Krisztus kivégzését, s hogy megbüntessék a bűnösöket. A 13. század. 1204-ben a keresztes hadjáratok közben sikerült bevenni a királyi várost. A várost a keresztesek, azaz a hordabeli kazakok és szövetségesei kirabolták és felégették. Ők az antik achájok és görögök, akiket Homérusz énekelt meg az Iliászban. Az achájokat az úgynevezett antik Achilles vezette. Ő az orosz hordabeli Svetoszláv fejedelem. Ez az esemény a történelembe a legendás trójai háborúként vonul be, amely sok dokumentumban tükröződött, illetve a következő elnevezésekkel Takavini háború és Gót háború. A középkori szkalergi történészei számára ez a háború jól ismert a időszámításunk 13. század keresztes hadjáratai gyűjtő neve alatt. Konstantinápoly eleste 1204-ben, majd Konstantinápoly bukása 1261-ben. A trójai háború lényegét tekintve önálló véres háború teljes sorozatát jelentette. A királyi város és Jeruzsálem időszámításunk 13. század elejé hanyatlása a trójai királyság helyére súlyos zavargás lép. Elkezdődik a kivonulás, menekülés és egyidejűleg a különböző keleti csoportosulások inváziója a széteső Róma fővárosa tartományaiból. Európa és Ázsia különböző országaiba települtek szét. A római királyi család képviselői szintén elmenekültek a korábbi birodalom fővárosából. Közülük néhány nem akart beletörődni a főhatalom elvesztésének a gondolatába, és elkezdték harcolni a világuralomért. A Rómea királyok elképzelése szerint, amelyek egyértelműen vallási jellegűek voltak, a királyi családjuknak teljes joga volt az egész világ fölötti uralomhoz. Ráadásul nem csak már ismert földterületeken, hanem mindazokkal is, amelyeket majd csak a későbbiekben fognak felfedezni. Ezt a jogot úgy tekintették, mint szent jogot, amely nekik a régi örökösként járt, s melyet a körülmények ideiglenes összejátszása következtében tőlük elvettek, amelyet feltétlen vissza kell szerezniük. Ennek eredményeképpen több állam jött létre, amelyek a ókori Róma jogos örököseinek tekintették magukat, például Níceai Birodalom. A régiségben ennek a birodalomnak a fővárosa a jelenlegi Iznik nevű török város volt. Az egyik ilyen állam lett Oroszország Vladimirral és Szudzállal, amelynek a fővárosa Nagy Rosztovban volt. Az akkori Vladimiri és Szudzáli, akkoriban rosztovi cárok, a Róma dinasztia képviselői voltak, akiket előztek a királyi városból, Cárgrádból, a felbomláskor a 13. század elején. Ők akárcsak a dinasztia más képviselői elkezdték a harcot a birodalom helyreállításáért, de csak nekik sikerült részben katonai, részben békés módszerrel hatalmas sok nemzetségű államot, amely átfogta a Volga délvidékét, Fekete tenger északi részét, a 13. század végére Oroszországban erős cári hatalom jött létre, amely az ország hatalmas természeti gazdaságára és erőforrásaira támaszkodik. Továbbá az erős számos főt számláló hadseregre, a hordára, amelynek a gerincét a lovas hadseregek alkották a kozákok. A Vladimir és a Szudáli Oroszországban így keletkezett az új birodalom központja, a korábbi Róma örököse.
Ez volt Oroszország horda, vagy más néven a Nagy Mongol Birodalom. Mongol tatár iga Oroszországban nem volt. Nem volt idegen törzsek sikeres inváziója Oroszországban, ami Oroszországban mongol tatár leigázásaként van ma emkönyvelve, az nem volt más, mint az orosz fejedelemségek egyesítése a cári hatalom megerősödésével az országban. 1261-ben Nicea vezetője a vlagyimiri szudái Oroszország szövetséges seregével ostrommal bevette a királyi várost, Cárgrádot. Elkezdődött a mongol tatár nagy invázió keletről a vlagyimiri és szudzáli Oroszországból nyugatra. Ez a betörés eldöntötte a trójai háború kimenetelét. A 14. század, a Vlagyimir és Szudzsai Oroszország végleges megalakulása Georgi Danilovics nagyfejedelem és nagykán idején fejeződött be. Ma előttünk úgy ismert, mint a régi forrásokban szereplő Genghis Khan, vagy más néven Batu Khan a külföldi forrásokban. Az állam fegyveres erejét horda névvel illették, ami a régi orosz nyelvvel nagyobb hadi egységet jelent. Hordának nevezték a fegyveres erőket is, egészbe véve. Annak köszönhetően, hogy az állam korlátlan lovas tartalékkal rendelkezett, mivel a lovaknak fűre volt szükségük, ezért óriási lovas hadseregeket tudott létrehozni, mivel a lovaknak láb alatti takarmányra, füves legerőre volt szükségük, ezért a seregek szükségszerűen nomádok voltak. A horda fenntartására az Oroszország összes többi lakosságára adó volt kivetve tized, az állam élén a király cár állt, amely korlátlan hatalma volt, önkény uralom volt. Az állam fővárosi tartománya a Vlagyimir és Szudzsáli Oroszország volt. Akkoriban úgy hívták, hogy fenséges Novgorod, s ezzel híres elnevezéssel került be a krónikákba. A közigazgatási központ Jaroszláv városa volt, amely úgy szerepel a krónikákból, mint Novgorod jaroszlávi városrésze. A megerősített királyi szállások különböző időkben, különböző városokban voltak találhatók. Fenséges Rosztóban, Kosztromában, Vlagyimirban, Szudzában és néhány más városban. Ma ezen régi orosz városoknak halmazát Oroszország aranygyűrűjének hívjuk. A rekonstrukcióban Gregory Danilovics király a időszámításunk 14. századában nem más, mint Genghis Khan, aki a nagy mongol birodalmat alapította, s fiatalon halt meg. S akár csak a nagy dinasztia más királyt a régi központi birodalmi temetőbe temették el Egyiptomban, amely ma előttünk a gízai temetőként ismert. Szemmel láthatóan kazak temető, ide temették a nagy birodalom uralkodóit, kánjait. A későbbiekben a történészek tolla révén tovább ment néhány más történelmi személyiségben. Többek között besorolták a szentek közé, s ma Szent Györgyként ismert. Ezen kívül ő a híres Rurik fejedelem, akit a történészek tévesen a 9. századba tesznek. Hős Svatoszlav, akit történészek tévesen a 9. századba tesznek. Ők Gregory, akárki is, akit a történészek tévesen a időszámításunk 13. századába tesznek. Ugyancsak ő Genghis Khan, akit a történészek tévesen a 13. századba tesznek. Igazából Gregory Danilovics király a időszámításunk 14. századában élt és uralkodott, időszámításunk 1312-től 1325 között. Az időszámításunk 13. század végére, Ivan Danilovics Kalita idejére a horda elkezdte Eurázsia meghódítását és gyarmatosítását, s elindította a csapatait nyugat irányba. Az orosz lovas seregek széles fronttal betörtek Európába, ennek eredményeképpen Nyugat-Európa jelentős részét gyarmatosították.
Gorgi Danovics királymond fivére, Ivan Danovics Kalita hódító hadjáratai eredményeképpen időszámításunk 14. század első felében létrejött a nagy mongol birodalom, amelynek a központja Vlagyimir és Szudzázili Oroszország volt. Az oroszországi királyság orosz szakkifejezés, mongol birodalom pedig nyugat-európai szakkifejezés ugyanannak az államnak a megjelölésére. Az orosz forrásokban az egész földre kiterjedő birodalmat egyszerűen úgy hívták, hogy egész Oroszország, vagy más néven Oroszországi Királyság. A külföldiekben mongol, azaz fenséges birodalom a 14. században Iván Kalita, aki 1328-tól 1340-ig uralkodott a birodalomban, Itáliában megalapította Rómát is és a Vatikánt is. A nyugat-európai világ és egyházi hatalom középpontjaként továbbá a római pápai intézményt. Ivan Kalita egyidőleg volt király, cár és a legfőbb vallási vezető kalifa. A nyugaton számos visszaemlékezés maradt meg róla, amelyeket idővel mítoszok és legendák lengték körül. Például a középkori uralkodó fejedelem Szent János és a kronológusok hibája miatt a világtörténelem lapjain többször és különböző néven szerepel, többek között Batukánként is. Így a időszámításunk 14. század első fele a világ Oroszország horda általi meghódításának a kezdete. Az időszámításunk 14. és 15. század folyamán a fenséges mongol birodalom befolyását Eurázsia és Amerika hatalmas területeire terjesztette ki. Ráadásul ez nem katonai cselekmény, nem katonai hadművelet volt, hanem nagyobb térségek többé-kevésbé békés gyarmatosítása, s nagy törzsek, népek éltek ezeken a területeken, nem tudtak kifejteni nagyobb ellenállást a kozák birodalmi hadseregekkel szemben. A gyarmatosított területek fölött új nagy államok és királyságok keletkeztek. Például a mongol birodalom Indiában, mongol birodalom a jelenlegi Kína területén, Mamelulokok királysága Egyiptomban, a szamurájok királysága Japánban, vagyis nyilvánvaló a szomojedeké, akik Szamarából származtak el. A horda Oroszország központjából végezetül a nagy királyság kiterjedése a maják és inkák nagy birodalmára is Amerika területén. Világ ezen meghódítása volt az első hullám. Meg kell mondani, hogy akkoriban nem annyira a lakott területeket hadászati leigázásáról volt szó, amelyeket vad lakosság népesít be, vagy egyáltalán nem volt belépesítve, hanem inkább a meghódításukról és a birodalomba való beolvasztásukról. Néhány réges-régi forrás, például Jonathan Malla vagy Mauro Orin szerint Afrikába és Eurázsiában a legtöbb terület abban az időben még alig volt benépesülve. Ezért az orosz horda seregei a Volgától megállíthatatlanul terjeszkedve minden irányban letelepedtek az addigi, még nem hódolt területeken, és ott új városokat, lakosságot, műveltséget hoztak létre. Például az akkori korszak indiánjának a horda általi meghódítása a régi forrásokból előttünk úgy ismert, mint a híres árják megjelenése és az árja indiai civilizáció megjelenése Hindusztánban. Az Egyiptomba érkezett kozákok pedig létrehozták ott a Mamelukok dinasztiáját, kik később úgy kerültek be az úgynevezett ókori Egyiptom történelmet írásának alapjaira, mint az antik Hükoszosz dinasztia. Számos régi krónika a horda birodalom központjából való széttelepülésére úgy hivatkozik, mint a népek szétszóródására, továbbá mint népvándorlásra, mint a világ nagyszláv meghódítására, továbbá mint Babilon létrejöttére. Az időszámításunk 14. század végén a horda Oroszországban zavargás kezdődik, 1380-ban véres ütközetre kellő sor Dimitri Donszkoj és az ellenlábos a mamai seregei között. Dimitri Donszkoj szállása abban az időben Kosztorma volt, maga a kulikovói ütközet pedig a mai Moszkva területén ment végbe, ahol Jauza beleömlik a Moszkva folyóba. Akkoriban ott Moszkva még nem volt megvárosként. Ez a csata az apostoli kereszténység végleges felvételéről szólt az egész fenséges mongol birodalom hivatalos vallásaként.
A későbbiekben Kulikvói ütközet helyén Dimitri Donszkoj megalapította Moszkvát. A 15. század. Kb. 100 évvel a horda Oroszország létezése után a vezetői újabb, korábban nem látott nehézségekkel szembesültek. Az állami építkezések eredményeképpen hatalmas területeken jó utahálózat épült. A kialakult karavánutak mentén egész Eurázsia elkezdett könnyen terjedni a járványok, amelyek időre időre fellángoltak a birodalom déli részén. Az olyan halálos betegségek, mint a pestis és a korela mások elkerülhetetlen fizetsége volt, mint fizetni kellett Európa, Ázsia és Afrika egyetlen uralom alatti egyesítéséért. A kiutat az jelentette, hogy védővonalat hoztak létre a határok magasságában, a birodalom óriási területén. Az első központ Jaroszlav, mely Novgorod is a Volgánál vált a horda Oroszország központjává. Második központ Isztambul a Boszporusznál, Konstantinápoly vált nicai oszmán-ottomán birodalom részének a központjává. Ennek során a királyi város visszaszerezte azokat a területeket, amelyekkel rendelkezett még a 12. és a 13. században. Ennek során a birodalmi hatóságoknál döntés született a járvány központjai karantén megtisztításáról. A központi kormány véleménye szerint ilyen területnek minősültek Nyugat-Dél-Európa tartományai. A kozák oszmán seregeket kegyetlen parancsal leküldték oda, semmisítsék meg ezeket a területeken a beteg lakosságát, s népesítsék be újra mindezen területeket. Ez a nagy hadművelet ma oszmán-ottomán hódításként ismert. A Biblia is ír róla az Exodusban, Józsué Jisszus Navin könyvében az ígéret földje meghódításaként. Nyilvánvalóan ilyennek számított Nyugat-Dél-Európa számos földterülete, ezekre a területekre vonatkozik irányítva a horda seregek, a kozákok, hogy kegyetlen parancsal semmisítsék meg hatalmas területek népességét, s újra népesítsék be. Ez a 15. század oszmán hódításának az ismert története. Így a 15. században a horda Oroszország másodszor is kénytelen volt seregeit délnek és nyugatnak indítania. Ez a hódítások második hulláma volt, vagyis a korábban már alárendelt területeket újból meghódítása, amelyeket a 14. századtól kezdve már a helyi vezetők fegyveres erőjéhez tartózkodtak. A horda helytartói, akik nem akarták, hogy megsemmisítsék őket, azonban a karantén tisztogatás erőszakosan ment végbe, és eléggé következetesen. Európa és Ázsia másodszor leigázott területein új helytartók kerültek. Az orosz történelemben ezeknek az eseményeknek a nyoma úgy maradt meg, mint Novgorodi földterületnek nagyszabású szétosztása a bojároknak, a bojárok gyermekeinek, az udvaroncoknak, sőt legjobb szolgáknak is. A régi romaiai birodalom helyén a 15. század közepén létrejött az oszmán-ottomán birodalom, amely szövetségese volt a horda Oroszországgal, amelynek a fővárosa Isztambul volt. Mellesleg maga az ottomán név, a szultánok nemesi neve, a nekünk jól ismert Hetmanból, Atamanból ered, akik az ottomán szultánok őse volt. Ennek során Nyugat-Európa, s általában egész Eurázsia egyenlőre még a nagy mongol birodalom hatalma alatt maradt. Európa láthatóan fel van osztva horda Oroszország és az oszmán-ottomán birodalom között. Ennek során Európa, akárcsak Eurázsia más területei adót fizetnek a központi kormánynak. A történészek ezt az adót a szultán adójának nevezik. Annak idején a Nyugat-Európa minden országa élén a horda saját helytartója, királya állt. A helytartók alárendelték magukat a nagy mongol birodalom központi kormányának, azaz a császárnak. A nyugat-európaiak császárnak a nagy mongol birodalom kánját nevezték, akik tőlük messze levő fenséges Novgorodban uralkodott. Birodalom egyetlen volt, s császárból is természetesen egy volt. A 15.-16. században végbe ment birodalomban a korábban egységes kereszténység több nagyobb vallási ágra szakadása, mégpedig pravoszláv vallásra, az iszlámra,
a katolicizmusra, buddhizmusra és a judaizmusra. Ezekre az elnevezésekre csak az időszámításunk 17.-18. századában tesznek szert. Így az összes mai ismert alapvallás egyetlen egy gyökérből táplálkozott, a időszámításunk 12. és 13. század egységes kereszténységéből. Konkrétan ezzel magyarázhatók a következtetések, melyeket tudósok nagy iskolája vont le a 19. századában, amikor az összehasonlító vallástan területén tevékenykedtek. Nagy anyag feldolgozása után megdöbbentően sok közös fedeztek fel az összes felsorolt vallás között, de mivel a kezük lábuk megkötötte a szkalergi iskola, úgy döntötték, hogy a kereszténység számos elemet foglal magába az úgymond korábbi kultuszokból. Valójában ez nem így van, épp fordítva van, a korábban egységes kereszténységet a 16.-17. Században felbomlott több vallásra, amelyek közül természetesen mindenki a jelentős részét örökölte a korábbi kultusznak, alakját ugyan megváltoztatja, s ennek során átalakították a korábban egységes jelképeket. A széles keresztet alapvetően a pravoszláv egyházban kezdték el használni, a keresztény keresztet a katolikusban. A hatágú csillagot, mely szintén a kereszt alakváltozata, a judaizmus, a félholdat a csillaggal, amely szintén a kereszt alakváltozata, muzulmánok, az iszlám. Az evangéliumokat legnagyobb valószínűséggel a 12. század végén és a 13. század elején írták. A Biblia Ószövetségét többi könyve jóval régebb korszakban jöttek létre. Azok a szerkesztések, amelyek ma ismert előttünk és fennmaradtak ránk, nyilvánvalóan a 14.-től 15. századba tartoznak. A Ószövetség egyes könyvei még egészen a 17. század közepéig is, vagyis nagyon késői időpontig íródtak. A 16. század. A birodalom a időszámításunk 16. századában elérte hatalmának és virágzásának a teljeit. A fővárosa Jaroszlav után és a volgai Novgorod után Moszkva lett. A korábbi nem nagy település helyett a jelenlegi Moszkva területén nagyszobású építkezés kezdődött, amelyet teljesen különböző tartományokból hívott legjobb építészek dolgoztak. Először nyílt módszerrel a föld alatti város építették meg, utána befették tetővel és felhúzták a föld feletti várost. Moszkvát ezt az óriási építkezés, amely benyomást tett a kortársokra, és bekerült a időszámításunk 16.-17. század sok antik forrásoknál az oldalaira, Herodotusnál a időszámításunk 16. századi Moszkva leírása úgy szerepel, mint az Egyiptom labirintusé. A Bibliában a Jeruzsálem helyreállítása. Az időszámításunk 16. század közepén a Kazár királyság vált a judaizmus vallási központjává. A kazányi király, azaz a Kazán Kagán és az udvar felvette a judaizmust. Ezután Kazanyi megkísérelt elszakadni a birodalomtól, 1552-ben retteget Iván király cár kegyetlenül leverte a kazanyi zendülést. Nem szabad azt gondolni, hogy a középkori kazanyi vagy kazár judaizmus és a jelenlegi judaizmus egy és ugyanaz. Sok jelenlegi fogalomnak a középkorban teljesen más volt az értelme. A zsidó, júdei azt jelentette, hogy Isten dicsőítő. Júdeának a időszámításunk 15. századában a oszmán-ottomán birodalmat nevezték, amelynek a fővárosa az evangéliumi Jeruzsálemben, Isztambulban volt. A vallási ellentétek korszakában Izraelnek a birodalom bármely része tartományába nevezhette magát, hogy a vallási vitában hangsúlyozza a saját igazát. Az Izrael szó elsődlegesen, vagyis Isten harcosa név volt a vallásos köntösben, az orosz birodalomban, a középkorban. Az időszámításunk 16. század második felében Nyugat-Európában kirobbant a horda helytartóinak a lázadása, akik többé már nem akarták maguktak alárendelni a messzi fenséges novgorodi királyának, kánjának az önálló vezetők akartak lenni.
Felkelési ideológia alapjaként a választás a birodalom vallásos részlegének a zászlajára esett. A nyugaton keletkezett lutheranizmus a lázadó helytartók ürügynek használták fel a birodalomtól való politikai elszakadáshoz. Az orosz király levelvén a kazánnyi lázadást a forrongó nyugat felé fordult. Döntés született arról, hogy megtorló sereget küldenek oda. Az orosz forrásokban ezek az események livóniai háború kezdeteként Aláhúzzuk, ismertek. hogy litvániának itt egész Nyugat-Európát hívják. A történészek a későbbiekben úgy állították be, mintha csak kis országról, jelenkori Litvániáról lett volna szó. Baltikumban valójában a nagy birodalom a 16. században úgy döntött, hogy megtöri egész Nyugat-Európa akaratát és maga alá rendeli, és a történészek csak a későbbiekben kezdték ezt úgy értelmezni, minthogyha büntető hadjáratot a nyugat-európai erők helyett csak a kicsi jelenlegi Litvánia erői ellen folyt volna. Elkezdődött a felkészülés a nagyobb büntető hadjárathoz Nyugat-Európa ellen, de ebben a pillanatban a birodalom fővárosában is zavargás kezdődött, amelyből aztán rémületes opricsnya A kutatásunk lett. szerint Negyedik retteget Iván valójában négy egymás után uralkodó orosz király személyiségét olvasztotta magába. Később a szkalergi történészek ravaszul egyesítették őket másik néven és közös néven úgy hívták, hogy retteget Iván. Az első király Iván Vasiljevics az ő uralkodása alatt foglalták el Kazant, de később Negyedik Iván megbetegedett és szent lett, Sremete lett. Ma ő előttünk Szent Vasziléként ismert. A tiszteletére Moszkva Vörösterén építették fel a fenséges Pokrolszki székesegyházat, amelyet a nép mind a mai napig úgy hívott Szent Vaszil temploma. Utána a király retteget Iván kiskorú fia lett Dimitri. A nevében 10 évig választott tanács uralkodott, a gyarmati tanács, amelynek az élén Szoglasev állt. Épp ebben az időben kezdődött livóniai háború. Azért, hogy megtörjék Germániát, amelyet elfoglalt a lázadás. A kamasz Dimitri király szerencsétlen halál után trónra az öccse Iván került, Iván uralkodásától kezdve az államot gyakorlatilag az anyai ágról való rokona, a nyugatbarát beállítottságú Zaharinok, Romanovok kezdték el irányítani. Éppen ők nevelték Ivánt. Ennek következtében a hatalomba olyan luteránus csoport került egy időre, akiket az orosz pravoszláv egyház zsidózóknak nevezett. Megszakították livonói háborút, vagyis a nyugat ellen már korábban megkezdődött horda orosz büntető hadjáratot. Az orosz történelemben elkezdődött a opricsnyina, a horda orosz nemesség legnagyobb szétverése, többek között Krisztus horda orosz örökségei is, ugyanígy a régi orosz főváros Jaroszlav szétverése is. A híres opricsnyina 1572-ben fejeződött be Moszkva szétverésével. Ebben az idővel szétverték magát a opricsnyinát is, ez lényegét tekintve Zaharin tervének a szétverése volt. Ezután Szemoljol Betubulovics került hatalomra, Zemcsisznya feje, az uralkodóház tagja. Ő felvette az Iván királyi cár nevet, és megkísérelte folytatni livóniai háborút. De Oroszország erejét felemésztette a zavargás és a rémület. Az új kronológia két szerzőjének a véleménye szerint később ezt a négy királyt egyetlen személyiségbe olvasztották össze. Retteget Iván Vasiljevics alakjává. Nos, a időszámításunk 16. század végére szétverték az opricsnyinát, és a helyreállították a régi uralkodói dinasztia hatalmat. Ez új dinasztikus ág volt, Szemjon Iván, utána fia Fyodor Ivanovics, s utána pedig Borusz Godumov. Azonban már késő volt, a protestánsok erős tisztségekre tettek szert a horda Oroszország király cár udvarában. A 17. század. Hamarosan újabb nagy zavargás kezdődött a 17. század elején. A királyi hatalom Romanovokhoz került. A Romanovok nyíltan nyugatbarát politikája, sőt magának Oroszországnak a politikai meggyengülése következtében a birodalom széthullott néhány államra.
Oroszországról, Törökországról, Ausztriáról, Germániáról, Lengyelországról, Svédországról, Franciaországról, Spanyolországról, Egyiptomról, Angliáról, Kínáról, Indiáról, Amerikáról, Japánról, Európa és Ázsia néhány más államáról. Nyugat-Európa a birodalom központjától elszakadt korábbi helytartók áldász harcba fogtak a földükért és befolyásért. Súlyos háborúk lángoltak fel, melyek ma reformáció háborúiként ismertek. A nagy birodalom örökségének dühött felosztása sok évtizedre elhúzódott. Megragadott és egymás közt elosztott hatalom joga indoklódása céljában Nyugat-Európa lázadók és Romanovok Oroszországában kénytelenek voltak áttérni a múlt történelmét. A nagy mongol birodalmat kitörölték a krónika oldalairól, sok fontos eseményt pedig tudatosan a távoli múltba helyeztek át. Éppen ebből a célból hozták létre a hamis szkalergi történelmet, amely szándékosan eltávolította a időszámításunk 14.-16. század eseményeik dátumait a múltba. A történelem hamis, számukra kedvező változatát létrehozva az új hatalmak igyekeztek bebizonyítani az úgymond régiségüket, hogy ezzel mintegy megszilárdítsák az egyébként nem létező jogokat a trónra. A függetlenné vált tartományokban a korábbi állam egyházi szláv nyelv és helyi dialektusok alapján a reformátorok ugyanis új nyelveket találnak ki, és azokat erőteljesen elterjesztik. Így jelenik meg a francia, német, spanyol, angol nyelv, de ókori latin és az ókori görög is. Ez lehetővé tette a lázadó reformátoroknak, hogy a nyelvi akadályozókat húzzanak fel az újonnan alakult államok helyi lakosságai közé. Céljuk érthető volt, lerombolni a birodalom korábbi egységét, de még a birodalom széthullása után is Nyugat-Európa számára még mindig létezett a veszély, hogy az oroszországi válságot sikerül megoldani. A reformáció lázadásának a sikere még mindig nem volt megszilárdulva, s tulajdonképpen jelentős mértékben függött a Romanovok moszkvai jelenlététől, s még hogyha a Nyugat-Európa szövetségese volt is, ma szövetséges báb, de holnap meggondolhatja magát. Azon kívül létezett a török-ottomán birodalom, amely egyébként sem került szétverés alá. A lázadás gozpontja Nyugat-Európa pedig igyekezett megakadályozni a nagy mongol birodalom újra születését. Mivel nem volt erej ahhoz, hogy ezt katonailag elérje, nyugat-európai politikusok fő súlypontot a diplomáciai munkára helyezték. Európa célja az lett, hogy szétverjék a horda Oroszországot, török-ottomán birodalom szövetségét. Ezt a feladatot sikeresen meg is valósították, a romovonok olyan politikát folytattak, amely eltaszította a Törökországot Oroszországtól, éppen ebben az időben kezdődtek az orosz-török háborúk. Törökországot és Oroszországot most már legkevésbé sem érdekelte Nyugat-Európa, tisztázzák a viszont egymás között. A nyugat kis időre fellélegezhetett, a horda utolsó előtti kísérlete, hogy visszatérjen a hatalomba, Sztyepán Razin felkerése volt, amely valójában nem is felkerés, hanem két állam, a volt birodalom két korábbi darabjai közti háború volt. Azért az államé, ahol a hatalomban a lázadó bojár romanok voltak, és a déli asztrahányi állam között, ahol a hatalomban maradtak a régi horda Oroszország dinasztiájának a tagjainak a leszármazottjai. Sztyepán Timofejevics Razin az asztrahányi horda seregek vezére volt. A romanovok ebben a háborúban lényegesen támaszkodtak Nyugat-Európa katonai támogatására. A legmegbízhatóbb seregeiket, a lovagi ezredeket nyugat-európai zsoldokosokkal egészítették ki. A háború a horda seregek vereségével és az asztrahányi terület Moszkvához való csatolásával végződött. Azonban még maradt egy régi horda orosz állam, amely átívelte a Szibériát, Távol-Keletet és az Észak-Amerika földrész jelentős részét. Ezt az államot úgy hívták, hogy Nagy Tatárország. Az időszámításunk 17.-től 18. századában a régi mongol dinasztiák ellenállási gozpontját felszámolták.
Így például az amerikai területén lévő horda társadalmakat vérbe folytották a nyugat-európai reformátorok seregei, amelyek benyomultak ide a 17.-18. században. Utána ennek a hadműveletnek az összes kegyetlenségét a nyugat-európai történészek mintegy két évszázaddal korábbra torták a 15. századba. S mivel visszamenőleges hatállyal Észak-Amerika horda, illetve Oszmán által gyarmatosítása rovására írták, ravaszul a horda korábbi eléggé békés 15. századi gyarmatosítását véres spanyol konkesznek nevezve. Ezáltal papíron átfestették a fehéreket feketévé, s fordítva. A saját állati kegyetlenségüket áthárították másokra. A 18. század végére sor kerül a Romanovok ismert háborújára Pugacsovval, ezek a 1772-től 1705 közötti események egyáltalán nem egyszerű leverése volt a paraszt kozák felkelésnek, amint azt ma nekünk magyarázzák. Ez Romanovok igazi nagy háborúja az utolsó független horda orosz állammal. Nagy Tatárországgal, melynek a fővárosa Szibéria Tobolszk volt. A Romanovok csak azután tudtak először hozzáférni Szibériához, hogy megnyerték a háborút Pugacsov ellen. Az amerikaiak csak ezután tudtak először hozzáférni az észak-amerikai földrész nyugati területeihez, és elkezdték gyorsan elfoglalni. De a Romanovok szintén nem aludtak. Kezdetben sikerült elfoglalniuk Alaszkát, de megtartani végső soron nem tudták. A nagy Tatárország fölött aratott győzelem következtében a széthullott horda orosz állam észak-amerikai darabjain létrejött az Amerikai Egyesült Államok. A birodalom végső felosztása már csak a 19. században fejeződött be. A győztesek ezt a tettet teljesen kitörölték a tankönyvek oldalairól. Még a 18. században is Romanovok uralkodással sokban Oroszország külföldiek általi megszállása maradt. Az ismert jobbágyjogot az első Romanovok vezették be, s nem volt más, mint a volt birodalmi központ külföldiek által elfoglalt földjein élő őslakos lakosságának a leigázása. Összetörték az orosz nép évszázados hagyományait és szokásait. Kísérlet történt mély egyházi reform bevezetésére, amely szerencsére nem járt eredménnyel, csak az orosz pravoszláv egyház hasadásához vezetett. S csak sok év elteltével az uralkodások végéhez már közeledve változtak, csak meg a Romanovok az orosz élet tényezőjének a hatása alatt, s átalakultak orosz királyokká. A nyugatiak által 17. században megszállt Oroszország nagy mértékben átalakította a Romanovok kezdetben nyugatbarát rendszerét. A Pugacsov elleni háború után megszilárdulván a trónon, s óriási ország élén találva magukat, a Romanovok nagy gazdag ország igazi gazdájának érezték magukat. Kikerültek az engedelmesség alól, elvesztették tekintélyüket korábbi nyugati gazdáik személyében, és úgy döntöttek, hogy újjáélesztik az orosz birodalmat a szók tág értelmében. A történelemnek tudománnyá kell válni. Az az ember, aki először hall Fomenko és Novoszki új kronológiájáról, ezt súlyosan érélti. Elég nehéz eligazodni a történelemben, arról már nem is szólva, hogy az információi mennyiség, amelyet el kell sajátítani, túlságosan nagy. Azonban a múlt helyes elképzelése annyira fontos, hogy igazol az új ismeretek megszerzésére fordított bármennyi időt. A ma történő dolog közül sok csak azután válik érthetővé, hogy megismerjük a világ valódi történetét. Természetesen értjük, hogy a kezdőket, akik igyekeznek ebben részletesen eligazodni, nem érinti egy könnyen. Néhányan akár megrázkódtatást is tapasztalhatnak, a megismerkedés változatunkon annyira különbözik a mai elismert történelemtől. Mindazonáltal meg vagyunk győződve, hogy az, aki részletesen ki akarja magát ismerni benne, megismerkedni a tényekkel, látni a kutatások logikáját, elég korán elfogadja az álláspontunkat.
A történelemben forradalom érett meg, ahhoz a hasonló forradalom, mint amelyek végbe mentek a természettudományban. Az emberiség már nem engedheti meg magának, hogy végtelenül sokáig egy helyben toporogjon, kölcsönösen nem akkor, amikor megértek a rögzült dogmák felülvizsgálatának a valós feltétele is. A múlt megváltoztatása a tudatunkban elkerülhetetlen s feltétlen szükséges, hiszen a történelem helyes kronológiája nagyon sok mindenre hat. Tudat alatt nagyon sok-sok ismeretlenben benne rejlik, klimatológia, a földrengések előrejelzése, a népvándorlás és a társadalomtudomány fogalma fejlődésének a megértése, a nyelvészeti, a kulturológiái, a lélektani és sok másé. Az új kronológia az összes lehetséges közül nagy számú titkot s rejtélyt megszüntet, egyszerű és természetes magyarázatokat talál rájuk. Az időszámításunk 18. századig tartó történelem s kronológia benne rejlik sok politikai elképzelésnek s jelenünk elképzelésének az alapjaiba. Például az összes területi vita gyakorlatilag azon alapul, hogy korábban ki élt egyik vagy másik földterületen. A gyökereikkel, ezekkel az érdekkülönbözések és viták visszavezethetők a kronológiára. A kronológia megváltoztatása esetében megváltoznak a területi követelések is. A jelenlegi vallásoknak egyetlen egy forrásuk van. Ennek a megértése a beteges ellentmondások megszüntetésére kell irányulnia, amelyek a reformáció ideje óta merülnek fel. A birodalom részekre és tartományokra való felosztásokor megjelentek a kereszténység különböző ágazatai. A kereszténység hittételében meglévő bizonyos különbségek léteztek a birodalom részekre szakadása előtt is, de nem voltak annyira élesek, hogy az egységes vallás szétessen néhány egymástól ennyire erősen különböző vallásra. Ma az emberiség vissza tudná térni ezeknek a vallásos forrásaihoz, hogy ki lehessenne iktatni a vallásos érdekkütközéseket. A ma létező történelemváltozat elterjedése a népek egymástól eltávolodásához, szétválásához, különbözőségekhez vezetett, amelyek most az emberiség széttöredezett részeinek érzik magukat, hiszen nyilvánvaló, hogy a helyes történelem kihat a helyes világszemlélet kialakulására. Ellenkező esetben torzított történelmet képet kapunk. De elsősorban magának a történelemnek kell tudománnyá válnia, s már el is kezdett tudománnyá válni.